Sziasztok srácok, egy újabb videóval érkeztem most. Meglepett a családom. Több mint fél éve lakom itt egyébként Budapesten, és még nem jöttek fel a lakásba, szóval nem is látták még a lakást, de úgy gondoltak, hogy ha már itt a jó idő, nekem is több időm van, ők is szabadságon vannak, ezért meglepett a családom, és édesanyukám, illetve a kistestvérem feljött. Úgyhogy ezt a hétvégét együtt fogjuk tölteni, és hát mit tudtam volna más kitalálni, mint hogy vlogolni fogok, biztos nagyon izgalmas lesz. Én előre szeretek mindent megtervezni, megszervezni, ezt is megszerveztem. Fogom mondani, hogy hova megyünk, mik a programok, stb. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok egyébként. Ja, és bemutatnám végre a testvéremet is, aki már nagyon régóta szeretett volna a videóimba szerepelni, de úgy érzem, hogy most itt az alkalom. Marcel! Sziasztok! Ő itt Marcel, a kisebbik testvérem, és ő van itt meg egyébként édesanyukám. Mindannyian vidékiek vagyunk, szóval így tök izgalmas. Marcel, ültél már villamoson? Nem. Metrón? Egyébként sem nem. Csomó jó kis helyre megyünk. Az első és legfontosabb a mai nap, az egy étterem lesz. Repülőseprűbe fogunk menni, ami egy ilyen Harry Potteres étterem, nagyon-nagyon extra és nagyon király. Én már voltam az Adrival, de Marcel még soha nem volt. Vágod, hogy melyik az? Nem. Jó. Aztán visszajövünk este, szerintem lehet, hogy sétálunk egyet, stb. Ez így a mai napunk, kicsit meg vagyunk csúszva, mert most már így 3 óra lesz. A holnapi nap viszont túrázós lesz, el fogunk menni a Városligetbe, és utána pedig el fogunk menni valahova szintén ebédelni, azt viszont még nem tudom, meg fogjuk nézni, hogy mit kívánunk, és akkor elmegyünk oda. Illetve az utolsó állomásunk, az pedig a Cyber Jump, ami egy ilyen ugráló, mi az? Igen, valami ugrálós dolog, én nem nagyon értek ezekhez a dolgokhoz, nem is szeretek amúgy ugrálni. Szóval, hogyha szeretnétek, akkor tartsatok velünk ebben a videóban, és kövessétek végig a hétvégénket, szerintem nagyon király lesz. Marcel, várod már a hétvégét? Igen. Most viszont enni fogunk, mert nagyon éhesek vagyunk, szóval én pad thai teszek, as always. Te mit teszel, Marcel? Mekit. Szóval ő Mekit fog enni, úgyhogy jó étvágyat nekünk. Na meg is érkezett az ebédünk. Marcel, te mit kértél most? Happy Meal menü, igen. Ilyen szokásos pad thai, imádom. Anyukámnak is pad thait kértem, és azt mondta, hogy ő is szereti, úgyhogy mindenkivel megszeretedem a pad thait. Kaptál egy szívecskét. De cuki. Szóval mit kértél? Kértem egy csirkeburgert. Kisült krumplival van. Ú, az mi ez a kutyusos? Nem tudom. De vagány. És még kértem mellé egy siós vitatigris, egy püré. Zero kóla, meg egy almás. Szigorúan zero kóla, így a 6000 kalória mellett. Megebédeltünk gyerekek, és nagy nehezen megszültük, hogy mi lesz a program, ugyanis Marcel beszeretne menni a Dunapandába, ahol amúgy már voltunk, és full unalmas, legalábbis szerintem. Na mindegy, ő mindenképpen oda akart menni, viszont a repülőseprűbe 6 órára foglaltunk asztalt, és azzal ugye ők nem kalkulálnak, hogy itt minden körülbelül 1-2 óra, ugye tömegközlekedéssel, vagy ha nem több. Úgyhogy nem értünk volna oda a repülőseprűre. Most hívtam fel őket, arrébb tettem az időpontot 19 órára, és most el fogunk indulni a Dunapandába. Igen, szóval találkozunk a Dunapandában. Na végre elindultunk, azért mondom, hogy végre, mert megint rám kellett várni, szokáshoz híven, de úton vagyunk a Dunapandába. Na végre megérkeztünk, nagy nehezen elrontottam, úgyhogy na mindegy, a Dunapandába. Marcel, tetszik a hely? Örülsz, hogy itt vagyunk? Elnéztem a Budapest Go alkalmazást, úgyhogy várnunk kellett. Nem tudom, hogy voltatok-e már itt, de ez az illat, szag, ami megcsap, ez brutális. Tudjátok, így 40 fok van kint, bejönni egy jó, friss, hideg levegőt szívni, és így wow, instant megcsap ez a halszag, de körbenézünk. Ez az egyik kedvenc üdítőitalom, úgyhogy erre rá is rabolok. Wow, megtaláltad a legjobb dolgokat, nem? Mi az a Milky Way? Ez az, amikor egy 2000 fölött született, nem tudja, hogy mi az a Milky Way. Régen volt egy ilyen csoki, és abból készült ez az ital. Jó, akkor... És ez nagyon finom, igen. Igen, menj be. Öregnek érzem magam. Ez a nagy altunk, hogy ez micsoda. Elméletek taró. Nem tudjuk, hogy mi ez a taró, vagy Eddo. Fogalmunk sincs, hogy mi ez, de tök jól néz ki. És itt van a nagy kedvencem. Hatalmas édesburgonya. Szeretlek. Marcel, ugye azt vágod, hogy ez, ez nem egy ilyen hely. Itt ilyen egzotikus dolgokat kéne venni. Te meg rányúltál az amerikai Milky Way-re és az amerikai Lucky Charm-ra. Bambuszrügy, gyerekek, bambuszrügy. Én amúgy szeretem a bambuszrügyet. Rizs. 18 kilós rizs. Igen. Nyami. És ez micsoda? Nem tofu? Szom, nem szeretem. Tofu? Nem szereted? Nem. De szeretem, csak szeretem. Jó. Friss fűrtojás. Annyira jól néz ki ez a fűrtojás, hogy így, mint hogyha kézzel festették volna. Csak nekem tetszik ennyire? Nem. Neked is tetszik, Marcel? Jó.
akkor mindkettőnek tetszik. Ezek a fagyasztó dolgok annyira jól néznek ki, de valahogy egyiket sem merném megkóstolni. Bár ezt szeretem. Én nánkenyeret. Te is? A banánkenyeret. Te is mindent szeretsz, Marcel? Én mindent szeretem. Miért néznek ki ennyire jól ezek a mocsik, és miért ilyen rohadt undorító ízűek? Elnézést azoktól, akik szeretik, de egyszerűen mango, strawberry, kokonát, és megkóstolod, és így... Végre találtam ilyen moon kéket, amit már nagyon régóta meg akartam kóstolni, úgyhogy most veszünk egyet. Annyira jól néz ki, remélem finom is. Moon cake. Ja, tényleg. Elhoztam az öcsémet a Dunapandába, hogy mindenféle különleges távol-keleti nasit, meg ilyeneket vegyen. Rányult konkrétan a Reese's-re, a Milky Way italra, a Kellogg's-ra, és ilyen amcsi ételeket vásárlunk. Tehát, hogy így mondtam neki, hogy kóstolja meg a moon cake-et, vagy legalább egy mocsit vegyen. Nem. Ismét egy amerikai finomság. Hot. Cheetos? Nincsen? Nincsen hot Cheetos. Nem tudom, hogy ezek micsodák, de wow, szerintem ez valami Oreos dolog. Igen. Lehet. Oreo, oda van írva. De ezek ilyen limited edition-ök, nem? Jó, ez nagyon jól néz ki. Ez olyan, mint a póki, csak nem olyan. Ezek a macsekok. Biztos megérenik. Hivatalosan is ez a kedvenc szekcióm. Tehát, hogy ez micsoda. Ja, és a kedvencem, hogy ez a kisfiú annyira boldog, hogy csirkelábat ehet, hogy itt mosolyog végig. Bár meg kell hagyni az illusztrációt, nagyon-nagyon jól néz ki, úgyhogy én is megkívántam a csirkelábat. Nézzétek, ez a tuckex. Nézd, anyukám, itt ilyen fura a tuckex. Azt hittem, hogy a tuckex az magyar, mert hogy tudsz ennél jobbat, nem? Na mindegy, pokit szeretnénk venni. Nagyon szeretjük az öcsémmel a pokit, és itt egy csomó poki van. Melyik poki legyen? Csoki is. Epres. Marcel betározott, viszont most rohannunk kell, mert megyünk tovább a repülőseprűbe. 8-7-7-re van asztalfoglalásunk. Sietnünk kell, hogy odaérjünk időbe. De előtt. Marcel, ezt te voltál? Szóval most rohanunk izomból, de előtte még lehet, hogy megkóstoljuk ezeket a kis finomságokat. Ez az egyik kedvenc sonkám, ez a legfinomabb, én mindig ilyet szoktam egyébként így enni. Amióta influencer vagyok, azóta meg aztán pláne. Tehát reggeli, ebéd, állandóan ez a spanyol sonka. Elhatároztuk, hogy még vacsi előtt megkóstolunk valamit, tehát Dunapandában nem lehet úgy kijönni, hogy ne kóstolnánk meg. A Marcel a Reese's csokit választotta, ilyet ő még nem bevett. Én viszont ezt a moon cake-et, amit már nagyon szerettem volna, tényleg így nem tudom eldönteni, hogy milyen, de tök jól néz ki. Kóstoljuk meg. Jó, akkor háromra. Három. Hú, na hát amúgy ilyenre számítottam. Nagyon-nagyon tömény, tehát inkább az, hogy tömör, de nem rossz. Nem. Hát ilyed milyen? Olyan, mint a Snickers, csak kisebb, és így sokkal intenzívebb, ilyen sós karamellás cuccsal. Kicsit sósabb, nem? És ostyalabból ez a különbség. Erre most 5-ből adok 4-et. Én adok érte 5-ből 3-ot. És a Reese's-re? Mivel ez ugye amerikai édes. Igen. Meg ízlik, 5-ből 8. Jó, most irány a repülőseprű, mert késésbe vagyunk. Ezt figyeljétek, lomtalanítás van, és ezek ilyen bakelitlemezek, szóval, hogy így kidob ki ennyi bakelitlemezt, és nézzétek, mit találtam, egy Sugar Babes bakelitlemezt. Jó, tehát ő jött velem, nem tudom, hogy ilyet szabad-e, de őt így elloptam. Sajnos lejátszani nem fogom tudni, de jó érzés, hogy van egy Sugar Babes bakelitlemezem. Közben megérkeztünk, itt van a repülőseprű, és hát eléggé kaotikus a helyzet, mivel lomtalanítás van a kerületben. De mi megyünk varázsolni a repülőseprűbe! Virgatium Leviosa! Felhúzol egy ilyen talárt? Mardekar? Griffendél. Melyik vagy te? Túl dagat vagyok, Több méret van, nem? Hogy érzed magad? Mint Harry Potter. Fun fact, srácok, hogy én nem vagyok Harry Potter rajongó. Nem tudom, ezt hangosan nem merem kimondani, úgyhogy nem igazán vágom, hogy ez így miről szól. Mármint ne kövezzetek meg, az első 2-3 részt azt szerettem, meg láttam, de a többit azt nem. Elmegyünk mosdóba, 9:45 vágány. Opszi, sorry. Sirius Black. Így néz ki az étlap. Wow. És kaptunk egy ilyen pálcát, múltkor már voltunk az Adrival, viszont akkor ilyen még nem volt. Ez elméletileg egy varázspálca, amivel bájitalt tudsz kérni, vagy varázsolni, vagy valami ilyesmi, szóval azt ki fogjuk majd próbálni. Eljöttünk a Marcellal varázsolni, ez amit mondtam, ehhez van ez a pálca. Múltkor még nem volt ilyen, szóval ez valami új dolog. Nézd, ott van a leírás.
alkoholmentes bájtalhoz ezt a mozdulatot kell nagyon pontosan lekövetni a varázspálcáddal ezen a felületen, és fontos, hogy koncentrálj, hogy elkészüljön a varázspálcáj. Csinálj is neki kört, utána egy háromszáj. Egészen addig csináld, amíg nem varázsolódik az ura. Na most jó lesz. Hoppá! Wow! Nem voltam fel. Ez egy ilyen alkoholos bájitalt kevert nekünk most a Marcello, és ezt nézzétek, varázslatosan csillámporos. Na, én egy ilyen varázs aperolt kértem, és kaptam hozzá egy ilyen suttogós cukrot, vagy nem tudom, mi volt a megfogalmazás, valami ilyesmi. És hogyha ezt beleöntöm, akkor suttogni fog az aperol, de nézzük meg, hogy a Marcel mit kér. Most beleöntöm én is a kis cukromat. Oh my god, na hát erre nem számítottam. Nagyon finom egyébként, plusz pont, hogy így gőzölög a pofádba. Varázslatos kék popot kértem, meg az öcsém is, kis kopis, de hogy így azt hittem, hogy ki fog rakozni három darab kis süteményt egy tányéron, de hogy így még ez is varázslatos. Íg benne a kis izzó, tehát hogy így meghalok. Ezzel az ízzel fogom indítani a sort. Ez jó. Ez jó nagyon. Olyan, mint a kókuszkocka, vágjátok. Csak nem kocka, hanem gömb. A következőnek ezt a fehér kókuszosat választottam. Nem tudom miért, de valahogy arra gondolok, hogy piros belül. Nézzük is meg. Nem. Ez valami diós lehet talán. Ez nem ízlik. Végére hagytam a pirosat, vagy rózsaszint, nem pirosat. Szerintem ez barna lesz belül. Nézzük is meg. Oh my god. Piros. Piros, és amúgy tök finom. Szerintem ez barna lesz belül, mert az összes többi olyan színű, mint kívül. Igazából. Annyira szuper tartalomgyártó vagyok, le fog merülni a telefonom. Konkrétan 1%-on van a telefonom, találkozunk vagy este, vagy holnap. Hogy tetszik, Marcel, életed első metrója? Jó! Sziasztok srácok, jó reggelt! Elérkeztünk a második naphoz. Már hazamehetnének? Jó, nem, csak viccelek. A lényeg az, hogy most reggelizni fogunk, mindenki jól aludt, én annyira nem, de mindegy. Az ágyamban szeretek aludni, és most kilettem száműzve a nappaliba. Nem ez a lényeg, hanem hogy fogunk csinálni reggeli avokádós tósztot, tehát amiket így szoktam csinálni ilyenkor, vendégül látom a családot. Ezt követően pedig kitaláljuk, hogy hova megyünk, mert hát őszinte leszek, én nagyon elterveztem, hogy merre fogunk menni. Viszont így mindent felborítottak, mert hogy ide is menjünk, oda is menjünk, például a tegnapi Dunapanda nem volt betervezve. Na és tudni, hogy Budapesten azért nem egy-két perc ide-oda járkálni, voltunk itt is ott is. A mai napunk elméletileg én úgy terveztem, hogy ebédelünk, elmegyünk a Városligetbe, aztán elmegyünk a Cyber Jam-ba, és ennyi, vége. Hello, szia, szevasz. Viszont édesanyukám, azt beszeretne menni az Etele Plázába, amire nem tudok nemet mondani, mert az Etele Pláza a kedvencem. Szóval lehet, hogy el fogunk menni az Etelébe, kicsit körbenézünk, aztán megyünk a Városligetbe, és utána fogunk menni a Cyber Jam-ba. Valahogy így. Szóval most reggelizünk, és utána meglátjuk, és indulunk. A hajam köszöni jól van, egyébként vizes még, úgyhogy sorry, azért néz ki úgy, mint egy ilyen vizes fészek. Jó reggelt, Marcel, hogy aludtál itt Budapesten? Nagyon szuper volt. Akkor reggelizünk? Igen. Jó, avokádó krémet fogok csinálni, de ilyet én még nem láttam. Ezt nézzétek, mekkora magja van. Hát több a mag, mint az avokádó. Segítem. Szenved az avokádóval. Én meg amúgy a tojás rántottában, mert annyira nem szeretem a tojást, hogy nem szoktam tojást csinálni. Hogy egy tojást elrontani az elég szégyen, nem? Nem tudom, mit csinálok. Ilyen kis egyszerű reggelink van, kis pirítóssal, avokádókrémmel, anyának egy kis tojás rántotta, egy varázspálca szigorúan a csirke mellen, és nekem ugye ez a csirke mellesonka, meg két ilyen kenhető sajt, és ezeket imádom. Próbáljátok ki. Megreggeliztünk, és azt találtam ki. Az ilyen videókat én is nagyon szeretem nézni, ezért meg fogjuk kóstolni azokat a dolgokat, amiket tegnap vettünk, mert ugye maradt még egy pár, szóval van nekünk egy pokink, sima original basic csokis poki. És egy csoki betonátoros sima. Nézzétek, hogy néz ki? Az Oreo is így van írva. Szerintem kezdjük akkor a pokival, mert azt már ismerjük. Igen, az már szóval. Jó, igen, ezt tegnap megkóstoltuk, csak videóban még nem. Így néz ki. Szóval ez egy ropi, csokoládéban mártva. Benne volt a fagyasztóba, úgyhogy hideg.
Amúgy annyira nem nagy szám. Meg lehet enni. Ennyi. És most következzen a másik. Én ezt vártam jobban. Mert ez ilyen, nézzétek a doboz is annyira. Oh my god! Ez ilyen slim, vékony Oreo, csak be van mondva csokival. Ilyen kis csoki tallér. Olyan, mint egy isler. Amúgy mind a ketten imádjuk az Oreót. Yes. 3, 2, 1. Bent volt a fagyasztóba, nekem nem ízlik. Micsoda? Nem ízlik. Nem ízlik. Nem ízlik. Nem tudom miért. Rendesen a munkék ízlett eddig a legjobban. Ami para, mert hogy ez akciós is volt, szerintem a kutyának nem kellett. Na mindegy, kóstolás megvolt, vércukorszint az egekben, és most indulunk az Etele plázába, csak előtte elkészülünk, ami hosszas folyamat lesz. Egy óra. Nagy nehezen elkészültünk, ugyanis nem tudtam kitalálni, hogy mit húzzak. Ez a nyári időjárás, meg ez egész nyári dolog, ez nekem nagyon nem megy, szóval most egy ilyen rövid nacit húztam egy Converse cipővel, és akkor felhúztam ezt a sapkát, tehát konkrétan úgy nézek ki szerintem, mint egy vasutas, de fúj a szél, nem volt kedvem megcsinálni a hajamat, mindegy, ezek ilyen apró részletek, amit senki nem érdekel. De a lényeg az, hogy most el fogunk menni először az Etele plázába, azt találtuk ki végül. Anya meg szeretne nézni egy-két boltot, ami ugye Pécsen nincs, és utána pedig el fogunk menni onnan a Cyberjump ugráló központba, amit én nagyon várok. Márszer, várod már az ugráló cuccot? Igen. Szóval Márszer nagyon várja. Wow! Gyerekek, ez a kocsi. Mennyire jól néz már ki. Nézzétek, és az van rajta, hogy Low Station. Imádom. Oh my god, kell. Hogy tetszik Marcel a metróállomásunk? Nagyon jó. Anyuka, hogy tetszik? Egy kis Powerade. Meg is érkeztünk. Felveszem a reakciódat, hogyha belépünk a csodás Etele plázába. Wow! Meg is érkeztünk a kedvenc bevásárlóközpontomba, remélem egyszer szponzorál, és az Etelének az arca leszek, jó csak viccelek, szerintem nagyon jól néz ki. És minden bolt itt van, amit szeretek, úgyhogy Etele forever. Ezt a cipőt néztem már egy jó ideje, viszont még sose volt ilyen birkenstockom. Mit szóltak, szerintetek jól néz ki? Hát az Arahoma az életem, imádom ezt a boltot, és nagyon bízom benne, hogy egyszer lehetőségem lesz egy olyan lakást kialakítani, ami csak Zara Home. Hát csoda, csoda tényleg. Kell egy ilyen nagy tükör. Ismét egy próbafülkében vagyok. Igyekszem nem megvásárolni ezeket a ruhákat itt mellettem, de mivel piros rajta a címke, elég nehéz lesz. Ez van az első ruhadarab. Nem tudom, mármint hogy így nagyon extra, szóval így nem hétköznapokra gondoltam, hanem mondjuk, hogyha van egy ilyen kis buli, vagy valami nyári esemény, akkor I don't know, akciós gyerekek. A következő az egy ilyen sima basic trikó, új nélküli póló, nem tudom. Ez 1300 forint, szóval ezeket én nagyon szeretem. Kiegészítőkkel fel lehet dobni, úgyhogy ezt mindenképpen megveszem. Hát ez a fürdőnadrág annyira nem tetszik. Ő biztosan marad. Ez micsoda. No. No. Marcel, milyen érzés a bátyádra ennyit várni? Feletté bizgalmas, nem? Na srácok, beugrottunk az Emily Eclair-be, és képzeljétek el, van egy új eclair-fánk, amit nagyon-nagyon meg szeretnék most kóstolni. Ezt nézzétek, mennyire jó itt minden. Imádom. Ezt fogjuk megkóstolni, sós karamellás, nem, sós magyarós karamella. De nézzétek ezeket a fánkokat. Na barátom, nézzük a reakciót. Ettél már ilyen dolgot egyébként? Mi ez? Akkor nem. Fincsi? Nagyon jó. Na én is megkóstolom. Korábban már ugye voltam itt egyszer. TikTokon volt egy ilyen videó is, végigkóstoltuk az összeset, és így brutál jó mindegyik, viszont ez most egy új íz, és ilyet még nem ettem, de fun fact, hogy imádom a karamellt. Néz ki. Jó, tehát az illata az karamell, best. Ez nagyon király. Olyan, mint a Snickers kicsit, nem Marcel? Tömény, mámor. Mennyei mámor. Nem akarom megkérdezni, hogy hány kalória van benne. Végeztünk az Emilybe, nagyon finom volt, cukorsok ismét megvolt, és most megyünk enni. Lehet, hogy megcseréltük. Tudjátok, van ez, hogy kaja után desszert, desszert előtt kaja. Na mindegy, szóval most megyünk enni. Szeretnék egy ilyen avokádót. Cuki.
készítést érzek, hogy ez az enyém legyen. Zsubi, zsubi, zsú, coming home with me. Mit választottál? Választottam ilyen zöldséges tésztát és egy ilyen... Tavaszi tekercset. Az egyik haverom mutatta a Hummus Bar című éttermet, és OMG. Nagyon durva, szóval humuszt fogok enni falafellel. Próbáljátok ki, tudom, én vidéki gyerekként nem tudtam, hogy mik ezek a dolgok, de imádom. Így néz ki egy ilyen falafeles, humuszos tál. Van hozzá egy ilyen kis szósz, erre még nem jöttem rá, hogy micsoda, ezt írjátok meg nekem, hogyha esetleg ti tudjátok. 10 darab falafel, humusz ágyon, vettem hozzá egy ilyen veriberi cukormentes teát, és itt pedig van hozzá egy pita. Nagyon éhes vagyok, nagyon. Marcello és a desszert, ez ilyen nagyon-nagyon jó. És ez micsoda pontosan, lehet tudni? Erdei gyümölcsös tejbe grease. Ez grease, tejbe grease. Jó étvágyat hozzá. Én is ugye megkóstolhatom? Marcel! Jó, tehát az öcsémet láthattátok? Nem mondok semmit. Mennyire menő már itt mosdó is. Tessék! Semmi. Képzeljétek rám. Nézzétek. Ez egy lift. Igen. Biztonságos. Persze, hogy biztonságos. Wow. Osztom, my goodness! Eleganciával, milyen boldog! Végeztünk is az etelével, úgyhogy most irány a Cyber Jump. Fun fact, hogy az ilyen extrém dolgokat utálom. Édesanyukám is, úgyhogy valószínűleg mi csak így kávézni fogunk. Na jó, lehet, hogy ugrálok egy-kettőt, de hogy így nem szeretem az ilyeneket. Ha minden igaz akkor, és minden igaz, akkor megérkeztünk a Cyber Jump-ba. Cyber Jump! Wow! Wow! Oh my God. Nagyon-nagyon extra néz ki a hely, de semmi pénzért nem jönnék ide el. Viszont az öcsikém azt szeret, úgyhogy megleptem vele. Elhoztam ide, remélem jól fogja magát érezni. Izgalmakban vagyunk. Marcel, mennyire izgulsz? Nagyon. Felkészültél? Cipő, lábszag megvan? Cyber Jumpos zokni. Szia! Sose értettem az ilyet, hogy képes egy gyerek ennyire asszimilálódni a többi gyerekkel, ez nagyon para. Mármint én mindig így leültem valahova a sarokba, és így néztem, hogy a többi gyerek játszik, de ilyen egy introvertált gyerekkora. Srácok, nem fogjátok elhinni, de konkrétan nincsen Starbucks az Új Buda Centerben, literálisan rosszul leszek. Az Eleven Park azért Eleven Park, mert csak 11 évesek játszhatnak benne. Hello! Hello! Szia! Hello! Elmegyünk, iszunk egy kávét, mert rosszul leszek. Édesanyukámmal kijöttünk egyet kávézni. Na Marcel, milyen volt a kis ugrálóvár? Nagyon jó. Itt könnyű barátokat keresem, akkor lehet, hogy legközelebb én is jövök ugrálni. Most érkeztünk haza, brutálisan elfáradtunk. Nem tudom, hogy mi lesz az esti program. Én legszívesebben amúgy aludnék egyet, mert tényleg nem tudom, kiszívott ez a budapesti lét, meg a 40 fok. Na gyerekek, úgy néz ki, hogy elmegyünk vacsizni. Ennyire futotta az energiánkból, és egy sushizós helyre fogunk menni, de én a sushit annyira nem szeretem, viszont itt lehet kapni pad thait is, azt viszont igen. Igen. Még bejelentkezem szerintem akkor az étteremből, és már ennyi. Tényleg elfáradtunk, találkozunk az étteremben. Fel is avatom az új ingemet, egy másik sapkával, nyaklánc, gyűrűk és a rövid nacim. Szerintem tök jól áll, nekem nagyon ez a vibe, ilyen trópus vibe. Találjátok, hogy mit kértem, igen, pad thait. Nagyon-nagyon jól néz ki, meg sushizunk a Marcellal. Ő az ubisat szereti, én meg a lazacosat. Marcell, várod már a pad thait? Igen. Szóval jó étvágyat kívánunk, találkozunk holnap. Sziasztok, jó reggelt! Anyáik most mentek el haza, előtte beugranak az IKEA-ba, ahova én már nem mentem velük, meg kell vágnom egy videót holnapra, igazából ez a terve mára, meg elmegyek edzeni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nagyon jól éreztem magamat a hétvégén, tök jó volt kicsit így újból a családdal lenni. Anyáik nem nagyon szoktak Budapestre járni, nem azt mondom, hogy vidékiek, de hogy nekik ez egy ilyen tök nagy dolog, főleg az öcsémnek most metrózott, most használt először a BKV-s dolgokat, és így nagyon tetszett neki. Ez neki egy kisebb nyaralással úgymond felért. Nem mondom, hogy nem fáradtam el azért, tehát, hogy házigazdának lenni, meg turista vezetőnek, meg stb. Azért az eléggé fárasztó, viszont tényleg nagyon jó volt. Tegnap ugye elmentünk még sushizni egyet, meg pad thait tettünk, meg egy ilyen távol-keleti étteremben voltunk. Úgyhogy nekem nagyon tetszett ez a kis hétvége, most majd össze fogom vágni a videót, nagyon-nagyon sok nyersanyag készült, de tényleg több órányi nyersanyagom van, úgyhogy ezt meg kell vágnom. Remélem nektek is tetszeni fog. Szóval, ha szeretnétek még hasonló videókat, vagy bármi mást, írjátok meg kommentben, hogy mit szeretnétek. Nagyon szívesen elkészítem nektek, ugyanis már kezdek belejönni a kis vlogolásba. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Kövessetek be Instagramon, kövessetek be mindenhol, hashtag influencer, na mindegy. A lényeg az, hogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben, sziasztok!